bin überzeugt, dass diese Wahl ebben a nehéz órában, melynél vészterhesebben még nem volt vonunk történetében, országai minden polgárának küldöm ezt az üzenetet, éljenek bár itthon, vagy a tengeren túl. Többünk életében, idestova másodízben, ismét háborúban áll. Megkíséreltük, hogy békés megoldásra jutva elkerüljük a fenyegető ellentéteket. Ám hiába való volt minden erőfeszítés. Ahhoz pedig, hogy megvédhessük mindazt, mi nekünk kedves, szembe kell néznünk kihívóinkkal, és vállalnunk kell a harcot. Keserves feladat lesz, meg lehet, hogy vigasztalan napok várnak ránk, és a háború sem csak a harc téren zajlik majd. Ám azt tehetjük csupán, ami helyes, és csak is úgy, ahogy mi azt helyesnek tartjuk. Ha pedig egytől egyik, valamennyien eltökéltek maradunk, és kitartunk közös célunk mellett, bármi nehéz szolgálatot vagy áldozatot követeljen is tőlünk a harc, Isten segítségével miénk lesz a győzelem.